könnyed hangulatú közös produkció kerekedett Pintér Béla koncertjéből a Sárospataki Református Kollégium imatermében. A szeretett dalt lelkesen és őszintén énekelte a kisdiákok spontán kórusan az előadóval. Közben 100 gyerekkel itt együtt énekelni, óriási dolog. Ez egy 10-sok éves dal, és látom azt, hogy elindult annak idején az út, maga útján ez az ének, és eljutott már egy másik generációhoz is, és tudják vele az élőisten dicsérni, ezzel a céllal született, és örülök, hogy betölti a funkcióját. Nem hiába volt ennyire hálás közönség a gyerekcsapat. A keresztény általános iskola növendékei közül ugyanis sokan eddig is ismerték, hallgatták Pintér Béla gyermeknyelven íródott Istenről, Jézus Krisztusról, szeretetről, emberségről szóló dalait. A legtöbbet ismertem. És ezek után esetleg fogod majd hallgatni ezeket igen, a dalokat? Igen, vannak CD-ink, csak azokat szoktuk hallgatni. A koncert a református gyülekezet új Széchenyi terv segítségével megvalósuló programsorozatának része volt. A projektben korábban kurzusokat, előadásokat, tréningeket és családi bált szervezett a gyülekezet. 2012. szeptemberében indult útjára Sárospatakon a református gyülekezetben a Család, ami várunk című pályázat. Mint ahogyan a cím is mutatja, a pályázatunk középpontjában a család áll, és igyekszünk minden programot, illetve kiadványt úgy alakítani, hogy a család minden tagja, unokától nagypapáig, nagymamáig mindenki megtalálja a neki tetsző programot. A lelkes közönség tapspiharral és öröm újjongással koronázta a koncertet. Ehhez hasonló sikeres és lelki feltöltődést kínáló programok szervezésére törekszenek a projekt szakmai munkatársai a jövőben is.